Sherlock Holmes kalandjai Első rész Arthur Conan Doyle novelláit előadja Fekete Ernő Botrán Csehországban Ő volt számára az örök asszony. Mindig csak így emlegette. A nő. Holmes szemében Irene Adler testesítette meg a női ideált. No, ne gondolják, hogy beleszeretett volna. Azt már nem. Az érzelmek, különösképpen az effélék távoláltak Holmes hűvös, racionális és iriglésre méltón kiegyensúlyozott lényétől. Tökéletes volt, mint okfejtő és oknyomozó masina. Művészi fokon művelte a mesterséget, ám de a szerelmes férfi szerepe hiányzott a repertoárjából. Ha egyáltalán szóba hozta egy gyengéd érzelem témáját, arról csak is gúnyos fintorral beszélt. Ő csupán az eseteket látta a nőkben, s ha figyelemre méltatta őket, csakis azért, mert úgy tartotta, hogy ők a mozgató rugói az eseményeknek. Élő bűnjelek, akik nyomra vezethetik őt. De a nemek harcában mindvégig külső szemlélő maradt, és ez érthető is, a hozzá hasonlóan képzett és kivételes elme nem engedheti meg magának, hogy váratlan viharok, kiszámíthatatlan érzelmi hullámok megzavarják érzékeny szabályos életritmusát. Holmes barátomat az érzelem ugyanúgy gátolta volna működésében, mint a finom műszert a fogaskerekek közé került aprócska homokszem, vagy a mikroszkóp nagyító lencséjét a parányi karcolás. Mindennek ellenére Számára is létezett egy asszony. Egyetlen egy. A kétes emlékű Irene Adler. Mikor a találkozásunkra sor került, már egy ideje alig láttam színét Holmes barátomnak. Amikor ugyanis megházasodtam, útjaink elváltak egymástól. A családi életben kiteljesedett boldogságom és az új érzés, hogy életemben először a magam ura vagyok, van saját otthonom, nos, mindennek varázsa rabul ejtett, és teljességgel lekötötte figyelmemet. Holmes azonban, aki lelkeméjén bohém természetű volt, és mélyen megvetett mindenféle társadalmi szokást, kötöttséget, ami régi Baker Street-i szállásunkon maradt. Ódon könyveibe temetkezett, és hol kokainnal bágyasztotta lázas szellemét, hol meg szabadjára engedte kirobbanó energiáit. Most is, épp úgy, mint azelőtt figyelmét teljes egészében a bűnesetek felgöngyölítése kötötte le. Lobogó becsvágyát és kivételes talentumát csakis annak a szolgálatába állította, hogy olyan rejtélyeket tisztázzon, amelyeknek megoldásáról a rendőrség már lemondott. Időről időre azért eljutott hozzám néhány kósa hír barátom viselt dolgairól. Így például hallottam, hogy Ogyesszába rendelték a Trepoff féle gyilkossági ügy véget. Megtudtam azt is, miképpen derített fényt az Atkinson fivérek tragédiájára Trinkoméliben. És végül tudomást szereztem arról a küldetéséről is, amelyet a holland királyi család megbízásából hajtott végre a rájellemző tapintattal és alapossággal. Mindezt azonban a napilapok többi olvasója is tudta régi barátomról és lakótársamról. Náluk nem voltam tájékozottabb. Egy este, 1888. március havának 20. napján, éppen egyik betegemtől tértem haza, mivel újból elkezdtem a magánorvosi gyakorlatot, s utam a Baker street vezetett keresztül. Ahogy elhaladtam a jól ismert kapu előtt, amelyről a négyek jelének esete óta mindig az udvarlásom története jut eszembe, erős kísértést éreztem, hogy fölkeressem Holmst, és megtudjam, vajon miféle ügynek szenteli egyedülálló képességeit. A szobái fényárban úsztak, így még az utcáról is jól láthattam magas szikár alakját, ahogy többször is elhalad az ablak előtt. Gyors léptekkel járt fels alá a szobában, lehorgasztott fejjel, hátra kulcsolt kézzel. Jól ismertem minden rezdülését, hangulatait, szokásait, így a viselkedése most is mindent elárult nekem. Holmes dolgozik. Búcsút mondott egy időre kokain mámoros álmainak, mert éppen szimatot kapott egy új ügyben. Meghúztam a csengőt, és hamarosan bevezettek abba a szobába, amelyet azelőtt én osztottam meg vele nem fogadott túl nyájasan. Ez persze távolról sem volt szokatlan vagy meglepő. Mégis úgy éreztem örül, hogy újra lát. Nem szólt, de barátságos arccal egy karosszékre mutatott. Eléntette a szivardobozát, majd a szoba szögletében álló üveges szekrényke felé mutatott, amelyben különböző italok álltak, meg egy vizes palack. Ezután a kandalló elé állt, és a maga különös fürkésző módján méregetni kezdett. Jót tett magának a házasság, szólalt meg végül. Hét és fél fontot hízott barátom, amióta nem láttam. Csak hetet igazítottam ki. Ó, persze, ezt az ítéletemet kisé elhamarkodtam. Csak egészen picit. És amint látom, újból praktizál. Nem is említette, hogy ismét igába hagyja a fejét. Ha nem mondtam, ugyan honnan tudja ezt is? Abból, hogy bizonyos dolgokat látok, és bizonyos dolgokat kikövetkeztetek. Azt is tudom, hogy nem is olyan rég csúnyán megázott, valamint, hogy fölöttébb ügyetlen és hanyagszolgáló lányt tart a házánál. Drága barátom, álmélkodtam, ez már nekem is sok. Ha pár száz évvel ezelőtt élt volna, magát bizonyára megégetik – Való igaz, hogy múlt csütörtökön kiruccantam kicsit vidékre, és bőrigázva, nyakig sárosan tértem haza. De mivel azóta persze ruhát váltottam, igazán nem értem, hogyan juthatott erre a következtetésre. Ami meg Mary jane illeti, ő valóban reménytelen esett. A feleségem fel is mondott már neki. De az égszerelmére hogyan jött rá még erre is? Holmes elégedetten elmosolyodott, és összedörzsölte hosszú, vékony ujjait. Mi sem egyszerűbb ennél, barátom, mondta. Világosan látható, hogy a balcipője belső oldalán, épp ott, ahol a tűzfénye most ráesik, a bőrt hat, majdnem szabályosan egymás mellett futó karcolás sértette föl. Teljességgel nyilvánvaló, hogy ezek a karcolások csak is olyas valakitől származhatnak, aki igen figyelmetlenül bánta maga lábbelével, miközben megpróbálta lekaporni a talp szélére ragadt szikkat, sarat. Innen származik tehát a kettős következtetés, miszerint maga barátom kin a szabadban, amikor elkapta az eső, valamint, hogy sikerült a londoni cselédek közül kiválasztania egy olyan haszontalan példányt, aki a cipők eskütt ellensége. Ami pedig az orvosi gyakorlatát illeti, nos barátom, ha besétál a szobámba egy úr, akiből csak úgy árad a jót szag, és akinek ezüst nitráttól feketélik a jobb mutató Ráadásul a cilindere is kidudorodik oldalt, mert siettében odadukta a stetoszkópját. Nos, ha mindezekből a jelekből nem jönnék rá, hogy az illető gyakorló orvos, hát nagy szamár volnék. Most is, mint mindig, megnevettetett az a játszi könnyedség, amelyel felvázolt a menetét. Amikor a logikai fejtegetéseit hallgatom, a dolog olyan nevetségesen egyszerűnek tűnik, hogy úgy érzem, magam is könnyűszerrel lennék efféle mutatványra képes jegyeztem meg. Habár minden apró részlet a meglepetés erejével hat, és addig nem is látom az összefüggést, amíg az egészet el nem magyarázza. Pedig bizonyára én is látok mindent, amit maga a barátom. Ez így is van, felelte Holmes, miközben cigarettára gyújtott, és az egyik karosszékbe vetette magát. Maga is lát mindent, Watson, csak éppen nem figyeli meg. Ugye világos a kettő közti különbség? Példának okáért nézzük a lépcsősort, amelyik a bejárattól eddig a szobáig vezet. Elég gyakran megjárta már, igaz? Igaz. Mit gondol, hányszor? Több százszor legalább. Akkor alkalmasint azt is tudja, hány foka van. Hány foka? Sejtelmem sincs. Na látja, mert nem figyeltem meg. Pedig lát. Épp úgy, ahogy én. Ugye érti már, mire célszok? Én pontosan tudom, hogy tizenhét lépcsőfok vezet ide föl, mivel én nem csak nézek, hanem figyelek is. Erről jut eszembe, mivel maga, kedves Watsonom, eddig is kitüntetett figyelmével, sőt, volt olyan kegyes, hogy egy-két apró kalandomat le is jegyezte az utókor számára, talán erre is kíváncsi lesz. Azzal egy vastag, rózsaszínű papírost nyújtott felém, amely eddig ott feküdt az asztalon. Az utolsó postával érkezett, mondta. Olvassa föl! A levélen nem volt keltezés, se címzés, se aláírás. Ez állt benne. Ma este pontban 3.48-kor felkeresi önt valaki, aki beszélni óhajt önnel egy felmérhetetlen jelentőségű ügyben. Szolgálatai, melyeket Európa egyik királyi családjának tett, azt bizonyítják, hogy méltán önre bízhatjuk ügyünk, mely ismétlem iszonyú súlyjal bír. Az önreferenciája minden oldalról meg lett erősítve. Kérjük a megjelölt órában szíveskedjék szállásán tartózkodni és fogadni az illető urat. Ne vegye zokon, ha a látogatója majd álarcot visel. Ez aztán a titkolózás jegyeztem meg. Maga már sejti, hogy vajon mit jelenthet ez? Még nincsenek adataim, adatok nélkül pedig kapitális hiba lenne bármit is feltételezni. Az ember ilyenkor az elmélet kedvéért ész nélkül megmásítja a tényeket, ahelyett, hogy fordítva cselekednék. No, de nézzük magát a levelet. Maga mire következtet belőle? Gondosan megvizsgáltam az írást és a levélpapírt. Feltehetőleg jó módú ember írta, állapította meg, iparkodva barátom módszerét alkalmazni. Ennek a papírnak a csomagja belekerül fél koronába is. Szokatlanul vastag és kemény. Jól mondja. Nagyon is szokatlanul az. Ez a papíros ugyanis semmi esetre sem angol gyártmány. Tartsa csak a fény felé. Engedelmeskedtem a felszólításnak, és a vízielben egy nagy elbetűt, kis gét, nagy Tét, nagy g -t, meg egy kis T-t silapizáltam ki. Nos, mire következtet ebből Watson? kérdezte Holmes. A gyártó nevét jelölik ezek a betűk minden bizonyal, vagyis inkább a nevének kezdőbetűit. Téved, barátom, a nagy G és a kis T annyit tesz, hogy Gesellschaft, ami üzemet vagy vállalatot jelent németül. A nagy P természetesen a papír szó kezdőbetűje. Az E és a G pedig nézzünk csak utána az európai helység névtárban. Egy vastag barna pőrbe kötött könyvet emelt le a polcról. Egló, Eglonitz, ez lesz az Egria. Német ajkú városka Csehországban, nem messze Karlsbattól. Üvegés és papír gyártásáról nevezetes, valamint arról, hogy itt ölték meg Wallensteint. Na, ehhez mit szól, fiam? A szeme csillogott, és a cigarettájából egy diadalmas kék füstfelhőt eresztett a mennyezet felé. A papírost ezek szerint Csehországban gyártották, jegyeztem meg. Úgy van. A levél írója pedig német, Magának nem tűnt föl ez a kisé különös mondat szerkezet. Az ön referenciája minden oldalról meg lett erősítve. Francia vagy orosz ember ezt biztosan nem írhatta. Csak a német bánik ilyen galádul az igékkel. Most már csupán azt kell megtudnunk, mit akarhat vajon az a német, aki Csehországban készült levél papírra ír, és az első vizit alkalmával jobban szeret állarcban megjelenni. De ha nem tévedek, mindjárt itt lesz ő maga, hogy két helyeinket eloszlassa. Ahogy ezt kimondta, éles patkó és kerékcsattogás hallatszott lentről, majd kisvártatva valaki erősen megrántotta a csengőt. Holmes elismerőn füttyentett. A hangja után ítélve két lovas – mormogta. – Igen – folytatta, miután kitekintett az ablakon egy csinos kis két lovas csukott hintó, mégpedig nem is akármilyen lovakkal. Ezeknek darabja megér vagy 150 ginit. Ha más nem is, pénz biztos van a mögött az állarc mögött. Holmes, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én most elmegyek. Nem megy innen egy tapottat se, barátom. Itt marad. Mire is mennék krónikás nélkül? Mert a történet érdekesnek ígérkezik. Kár lenne, ha éppen ezt nem örökítené meg. De hisz az ügyfele miatta ne aggódjék. Még neki is szüksége lehet a maga tanácsaira, nem csak nekem. Már jön is. Üljön csak vissza a bakaros székbe, és nagyon figyeljen. A lassú, nehéz léptek megállapodtak az ajtó előtt, majd erélyes kopogtatás hallatszott. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!